Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szkolár Kiadó könyvesboltjában. Egy nagyon különleges kiállítást nyitok ma meg, ilyenre még nem volt példa. A saját könyvemhez kapcsolódó képanyagról beszélünk, itt lógnak mögöttem a falakon, és ennek kapcsán beszélgetek Koronci Endre képzőművésszel. A könyvem címe, amikor Szécsi a csöveken keresztül üzent. Ez a második könyvünk, amit együtt alkottunk, és én ezt tényleg abszolút együttalkotásnak tekintem, hiszen végül is egy könyvtárgy vagy egy adott anyag jött létre, ahol már legalábbis számomra elválaszthatatlan a szövegektől a kép. És amikor az elsőt, az amikor a mama lelegelte a papahaját haját címűt csináltuk, akkor kellett nagy döntéseket meghoznunk, és Sokat beszélgettünk, átnéztük azt, hogy hogy miről szól a könyv és hogy mit szeretnénk képileg kifejezni. És én azt mondtam, hogy teljesen rád bízom azt, hogy milyen legyen ez, a, ez az egész, az eg a tárgy végül, mert hogy én nem értek ehhez. És te nagyon hamar jöttél ezzel a Ferde tördeléses ötlettel, ez benned hogy született meg? Hát az csak egy tipográfia ötlet volt, de hát tulajdonképpen minden ilyen ötlet az arra próbál ráhangolódni, amilyen maga a tartalom, tehát a könyvnek a, a tartalma. Ez valóban már az első kötetnél így volt, és a második kötet az megörökölte, illetve hát tulajdonképpen ezeket egy sorozatnak is tekintettük annak idején, tehát az nem volt kérdés, hogy most itt újra gondoljuk -e ezt a tördelési módot, vagy sem. De itt a második könyvnél már viszont próbáltunk szintet lépni, és itt már az első pillanattól fogva közösen gondolkoztunk, tehát azok a fotózások, amik ugye a könyvnek a borítóján, borítójára kerültek, illetve rengeteg kép készült több helyszínen, több alkalommal, hogy azok ugye már, nem is tudom, akkor még lehet, hogy nem is volt kész a végleges szöveg, szóval, hogy ez, ez tényleg olyan értelemben egy ilyen közös, tehát párhuzamosan zajló munka folyamat volt, hogy, hogy, hogy együtt párhuzamosan idő, időben egyszerre készültek már ezek a dolgok. És még annyit azért mondjunk el, hogy, hogy ez a ferdesség nem egy öncélú dolog, és hogy mert említetted, hogy a tartalomhoz a, a forma. Hát, igen, szóval... Szerintem az jó egy kicsit így néha így kibillenni a megszokott keretek közül, persze nem nagyon, és nem, nem, szóval én ezt, ezeket a könyveket én nem akartam így díszíteni, ugye az, hogy itt volt egy adott képanyag mindig, Mind a két könyvnél volt egy, volt egy konkrét képanyag, amivel dolgoztunk, ami képanyag ugye egy teljesen autonóm, tehát művészektől származó autonóm képanyag, ahhoz ugye nem nyúlunk, az szent. Tehát ezért az, hogy most itt a könyvet bármi módon is díszítettük volna, úgymond, az ugye szóba se jöhetett. Tehát én mindenképpen valami más formáját szerettem volna annak, hogy, hogy ez egy kicsit a sablonokba így, így, így bebillenjen vagy beferdüljön. És hát erre volt ez akkor egy ötlet, és én örültem, hogy neked tetszett, mert hát ugye azért ez néha karcolnak az ilyen ötletek, tehát nem mindig mennek át, de hát pont ez a jó, vagy ez szerintem Kaptunk ezek a... olvasói levelet is, hogy elnyomták a könyvet. Hát igen, mert valamit lehet érteni, meg félreérteni, szóval, hogy reméljük olyan olvasói levél is volt, amiben, amiben ezt dicsérték. Vagy uh, igen közben meg az a fura, hogy, hogy a gondolati összekapcsolódások hogy működnek, mert én meg azt hittem, hogy ez arra játék, hogy, hogy én egyszerre játszom a saját történeteimmel, meg a, a, fikciós írással, és elmosom a határokat, és a valóságot mindig kibillentem, és akkor, hogy ez a fajta sokrétűség érvényesül. Hát ezért jó, amikor egy író meg egy vizuális ember dolgozik együtt, tehát hogy a könyv tervező ezekben a helyzetekben, tulajdonképpen egy ilyen alkalmazott helyzetben van, tehát ő neki alkalmazkodnia, idomulnia kell a szerzőhöz, a tartalomhoz. De itt, itt az, hogy ez egy ilyen kalandosan már egyszerre történik ez a két dolog, ez, ez azért egy picit, picit előrébb helyezi, vagy egy ilyen élményszerűbbé teszi ezt az alkalmazotti szerepet is, én eléggé szeretek belefolyni és uh, beleszólni ezekbe is, hogy ez neked, ezt most őszintén kérdezem, mert nem tudom, és még sosem tettem föl neked ezt a kérdést, hogy nehezítő tényező volt, vagy szorongást adó, vagy, vagy egyszerűen könnyebbséget is okozott, hogy akkor a szerző az tombol a háttérben. Nem tomboltál annyira egyébként. Az, hogyha egy jól össze tudunk hangolódni, és ez tényleg egy ilyen közös munká, vagy egy ilyen közös gondolkodássá tud válni. Tehát, én nem, tehát a tervező nem úgy érzi, hogy, hogy egy ilyen teher szakad a nyakába, hogy akkor most úgy egy lehetetlen feladat, és meg kell oldani, hanem tulajdonképpen az, azt te is láttad, hogy ez egy ilyen tök élményszerű folyamat is tud lenni, és ez, és ez jó. Szóval szerintem ez így az együtt dolgozásnak egy nagyon jó formája, vagy egy nagyon, tehát hogy így nem, nem olyan nagyon verítékes dolog ez így. Az első vízióm ugye nekem a könyvről egy ilyen nagyon bazári valami volt, és hogyan lehet azt finoman megmondani a szerzőnek, hogy, hogy vegyünk vissza, nézzük egy kicsit máshonnan a, a dolgokat, tehát vagy, vagy hogy ez, ez egyáltalán nehézsége, vagy csak úgy alakul? Hát akkor nehézség, hogyha nincs közös nyelv. Ugye, hogyha a szerző, meg a, meg a vizuális dolgokért felelős ember nem, nem beszéli azt a közös nyelvet, amin, amin tudnának kommunikálni, vagy tudnának így egymásra hangolódni. De ezt én veled kapcsolatban, hát azért ezek a fotózások azért elég jó hangulatú <laughs> helyzetek szoktak lenni, tehát az, én nem érzem azt, hogy ott így nagyon gúzsba lenne. Hát persze kell, kell beszélni, kell, kell alkalmazkodni, vagy kell egyeztetni, de hogyha ez így jól így egymásra tud épülni, ez a két dolog, akkor az szerintem gyümölcsöző tud lenni. Szóval én nem éreztem rosszul magam, lehet, hogy azt akarod most kihozni, de nem. Nem, nem, érdekel, hogy, hogy, nyilván én lubickolok abban, hogy valami szép születik, a végén, ami nekem tetszik, de nem tudom megfogalmazni azt, hogy hogy mitől vagy vagy ez hogyan működik. 2011-ben volt uh -huh. a te életműkiállításod, ja, ja, ja. az, ment az addigi retrospektíved a modemben. Igen. és ö, oda hívtál meg engem és a élettársamat, Legált Tibort, hogy egy performance-t meg azt a kiállítást. Igen, tehát hogy mi így ismerkedtünk meg. Igen, igen, igen. És ö, az egy párkapcsolati performance volt, és utána te gyanútlanul meghívtál minket a horvátországi művész táborba És én emlékszem arra, hogy arra gondoltam, mert te mondtad, hogy fotós cuccok vannak nálad, nálam, meg a nyaraláson is volt paróka, meg smink, meg minden, hogy akkor csináljuk meg a portréfotóimat. És az akkor nekem még... egy... Igen, össze, ilyet, az volt az első, és az hát volt nekem még az akkor a... létező HT. népszabadságban, uh -huh. az lett a portré fotóm, és nekem az hatalmas élmény volt, mert addig már rengeteg fotózásom volt, de ilyen szabadon én még nem játszottam az arcommal, magammal, tehát teljesen el tudtam engedni magamat. És az volt az első voltaképpen, uh -huh. vagy nem, akkor az már a második közös munkánk volt. Tehát, hogy ez valahogy így alakult. Hát ez egy elég feszélytelen közeg volt ott azért. Ez. Lehet, hogy ez jó belépő volt, hogy ott ismertük meg egymást, vagy ilyen körülmények között kezdtünk el együtt dolgozni, és akkor ez, ez öröklődött tovább a későbbi fotózásokra is. Szóval ezek szerintem jó hangú, és ez, szerintem ez nagyon termékeny. Lehet, hogy ez látszik a képeken is esetleg, hogy nem, nem feszülünk, vagy nem olyan dolgot akarunk csinálni, ami nem, nem esik jól valakinek, vagy nem tudom. Szóval, hogy Szerintem ez jó, jó hangulatú, vagy a, a jó hangulatú közös munkának lehet, hogy jobb, vagy ilyen viccesebb a végeredménye, nem tudom. És képzeld el, arról majdnem elfeledkeztem, és ez majd jutott eszembe, hogy, hogy néztem pont, hogy, hogy hányszor fotóztunk együtt, mik voltak a közös pontok, és... Hm. Már volt nekünk könyvhöz kapcsolódó is, és azt pont a, és látod, te is elfelejtetted, a szirénnek a, a sajtófotóit már veled csináltunk, és a, az óriás plakát is abból készült, és ott volt az első, hogy konkrétan irodalmi műhöz raktunk össze képanyagot. Uh -huh. Tehát ott már, a, nem tudom, arra emlékszel -e, amikor bementünk egy ilyen a sziget sarkában egy elég nehéz volt bejutni, kis, az az én krokodil sziklám volt, egy krokodil alakú Aha, sziklára, jajajajaj. és oda igen. összeszedtünk a szigetről üres üvegeket, igen, ilyen igen, piás igen, üvegeket, igen, és igen. meg utána a kocsmába is elmentünk, igen. és ott engem úgy is már hülyének néznek, mert álland a állandóan nordic walkingozom a, a szigeten, és akkor ott még ott fotózzák is a hiú nő szemét, totálisan kifestve egy ilyen igen, uh, déli, déltengeri igen. paradicsomban, de hogy, hogy az volt az első, amikor igen. konkrétan szöveghez készítettünk képeket, és ott merült föl, hogy, hogyha nekem egyszer lesz egy következő ilyen projektkönyvem, akkor együtt dolgozunk. És jó lett. <gül> <gül> Szerintem minden írónak, mert az író is alapvetően képekkel dolgozik, legalábbis ahogy én látom ezt, a nagyon fontos tud lenni, hogy, hogy beszélgessen társművészekkel, és mondjuk nem csak képzőművészekre gondolok, hanem tényleg zenészekkel, színházasokkal, akik egy picit ugyanabban mozogva, de mégis más, hogy látják a világot, és te hogy látod azt, hogy milyen szoros együttműködések létezhetnek, vagy mik ennek a formái, hogy, hogy a társművészeti ágak képviselői találkozzanak? Szerintem ak akkor jók ezek az oda-vissza reflektáló kapcsolatok, hogyha ezek tényleg tudnak oda-vissza reflektálni. Kicsit néha én erőltetni érzem ezeket a... Tehát amikor képzőművészként én olyan helyzetbe találom magam, hogy így társművészekkel kéne valahogy így együtt, együtt dolgozni, vagy együtt... Szóval ez akkor jó, ha ez egy tényleg közös gondolkodás, vagy ez tényleg így egyszerre tud épülni, vagy egyszerre tud készül készülni ez a dolog. Az, amikor már az egyik mű kész van, és akkor a másikuk arra reflektál, én azt néha, néha sántítónak is érezhetem, de ugye az is, az is más, hogy hogyan, hogyan inspirálódnak, vagy hogyan fűződnek össze ezek a szálak. Ugye hát nálad is itt a, ugye egész konkrét műtárgyak szólnak te rólad, és aztán szólaltál meg te azoknak a műtárgyaknak a kapcsán a könyvben. Tehát ugye itt is egy ilyen, ilyen oda-vissza, tehát egy sokkal inkább egy ilyen párbeszédszerű, Viszonyba kerülnek a műtárgyak a szövegekkel, nem? Abszolút. És uh... Én a közös munkát is nagyon szeretem, de azt is, amit te mondtál, hogy már kész műtárgyhoz valahogy kapcsolódni. Tehát nyilván én, én általában ebbe szoktam bevonódni, amikor felkérnek kiállítást megnyitni, vagy egyszerűen kapok egy képet, amihez megrendelnek valami szöveget. És, és például a, tudom ezeket az erős hatásokat, a például a Sirén című könyvem is, riprónainak a, uh -huh. a kalitkás nőjéből keletkezett. Annyit néztem az gyerekkoromtól, hogy egyszerűen átvariálódott uh -huh. szövegbe, és neked is uh, egyszer nyitottam meg egy kiállításodat a védelmi lényben, meg ez a túlvédésről. És az a gondolat, az olyan szinten az agyamba férkőzött, uh -huh. hogy onnan jöttek ezek a túlvédett, szerencsétlen gyermeki, so, gyermeki sorban tartott felnőttek a, a képzeletembe. És uh -huh. például a Sirénnek az első címe az lett volna, hogy gyerekek és pont innen jött a gondolat. Uh -huh. És ezek a egymást megtermékenyítő. Nem, volt a rendszer, hát nem. Jó. <laughs> sok <titkom van> még. <laughs> Tehát ezek az egymást megtermékenyítő, egymás uh -huh. dolgok szerintem nagyon sokat. Hát tudnak az a jó, adni. hogyha ezek így egymásra tudnak épülni, és egymásra tudnak rétegződni ezek, meg hogyha van egy kicsit oda játék is a dologban. Hát itt a borítónál is. Volt azért egy csomó kör, vagy hogy mondjam, szóval, hogy Igen. voltak, voltak zsákutcák is, az előző könyvnél is voltak olyan javaslataim, amik teljesen egyértelműen hibásak voltak, vagy nem arra gondolatmenetre rá. Vagy nem, mert hogy nem utólag, hogy nagyon nehéz ne. megmondani, De hát ez tök jó, igen. hogy akkor ezeken, ezeken hogy, hogy lép túl, vagy hogy egy ilyen közös közös valami az, hogyan, hogyan lendül túl ezeken, úgyhogy utána nem sérül egyikünk sem. Te nagyon más csinálsz tervezőként, tipográfusként, és nagyon más, ami a te saját művészi vonalad. Tehát most itt nem csak az acskós műtárgyakra gondolok, hanem a, akár az extrém alvásra, a performanszokra, az ilyen konstruált helyzetekre, amik mégsem nagyon idegenek attól, szerintem, amit én csinálok, de hogy, hogy te tudod -e ezt a kettőt Kapcsolni, vagy ezek teljesen különálló területek? Hát ez összekapcsolódik, óhatatlanul összekapcsolódik. Hát egy, egy, egy teljesen más szerepet szán az, az, a, az embernek az alkotás folyamata. Tehát amikor én magam vagyok, a saját megbízom, tehát saját művet hozok létre, akkor ugye azt nyilvánvalóan egy teljesen más szerepet játszom, vagy egy teljesen más szerepbe vagyok, mint amikor egy ilyen alkalmazott helyzetbe. Tehát ez, de mondom ezt, gondolom ezt egy írónak se kell elmagyarázni, hogy, hogy más egy, egy saját szerzői szöveget írni, meg más, más valamit valakiről valahova valamilyen, de ettől még nyilván az a gondolkodásmód, vagy az, a, az ami, 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 belülről ezt az egészet így megtáplálja, az, 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 lehet ugyanaz. És hát ugye az, hogy a mi kapcsolatunk is ugye több szinten tudott már létezni, tehát amikor nekem nyitottál meg kiállítást, vagy most, hogy a te könyvedről, majd térjünk rá a könyvre, hogy a te könyvedről beszélünk, meg a, tehát hogy amikor tervezőként vagyok, vagy te megnyitsz nekem, vagy a te szerzői művednek csináltad, hogy ezek, ezek sok, sok szinten, de hát attól még ugye van Orsi, meg van Endre, és akkor ők együtt dolgoznak. A sorozat első kötetében, az amikor a mama lelegelte a papa papahaját címűben, van konkrét műved, és ezt én külön kértem, mert neked nem jutott volna eszedbe, hogy, hogy azt mond, hogy tőled tegyünk be illusztrációt, és egy nagyon fontos fejezet, az utolsó fejezetnek a, a nyitóképe egy zacskós kép, ami nekem egy nagyon fontos írásom, ami arról szól, hogy végül is nem tartunk sehova, és szegény anyám se tartott már, én sem, és az egész életünk, Kb. ez, és ezt egyébként optimistán mondom, de hogy, hogy pont ezt látom a lelkek, az acskók, a semmi, a testet öltött lélek testesült meg benne, és nekem ez például sokat jelentett, hogy ott van az a kép. Én pedig örültem neki, hogy ott lehet az a kép, hát nyilván én, ha tervezem a könyvedet, én nem fog előre tolakodni, tehát én nem fogom ajánlani a saját művemet, volt van ott még egy hely, vagy nem tudom, tehát ez nyilván a te szándékot szerint került oda, aminek én persze örültem. Hát és ez is egy, egy, egy újabb réteg lehet akkor, vagy egy újabb, egy újabb, formája lehet annak, hogyha most ez oda bekerülhetett. A most kiállított képek, amiket itt a falon látunk, a legújabb könyvből vannak, az Amikor Szécsi a csöveken keresztül üzent címűből, és természetesen nem öleli fel, amit itt látunk az egész könyv anyagát, inkább úgy válogattunk, hogy hogy mégis egy egységes képet kiadjanak, és a, a színek, a játékok akár egy válogatásban is érvényesüljenek, és természetesen van itt olyan kép is, ami nem a könyvben van benne, hanem mellé készítettük egyfajta promóciós anyagnak, de azt azért nekem nagyon fontos elmondani, hogy ezek a képek mindegyike a, engem nagyon megérint és érzelmileg sokat jelent. Van egy kép, aminek én a Megálló címet adtam, legalábbis a hozzá kapcsolódó novellának az lett a címe, hogy A Megálló. De igazság szerint az egy nagyon fontos képe Thomas Kellernek, aki egy berlinben élő svájci fotográfus, egy nagyon fontos ember életemben, és azt kimondottan nekem készítette az egész sorozatot. A könyvbe is van írva, hogy miért, hogyha valaki megnézi, vagy közelebb megy, vagy a könyvben kinyitva szembesül ezzel az útmenti megállóval, ott látja rajta felfújva a monogramomat K.O. Nyilván nem az én monogramom az, csak egy nagyon fájdalmas találkozás után szembesült ezzel a, a fotós, és végül egy hatalmas projektet épített köré. A, van egy másik kép is a könyve Thomas keller az a kiállításnak hogy úgy mondjam, a nyitóképe, vagy a bejárati ajtó felől található képe. Itt egy nőt látunk hátulról, én őt nem ismerem, hogy ki ő en, de a könyvbe szintén írok egy történetet arról, hogy Thomas Keller miért nőket fotózott, mondjuk ez még nem lenne annyira rejtélyes, de hogy miért hátulról fotózott mindig nőket, rólam is van kép hátulról, de én nem vagyok olyan szép, mint en a tengerparton. És azért választottuk végül is Tomasszal ketten ezt a képet, és nem egy olyat, ami rólam készült, mert a, a könyvben nagyon visszatérő elem a víz, az áradás, a, az időtlenség, és azt ebben a, a, a nőben, enben aki egy tó, vagy egy folyó, vagy egy tengerpartján bámul a végtelenbe, a, sokkal inkább meg tudtuk fogni. A másik fontos, Ember számomra, akitől szintén két kép van itt kiállítva, Izsák Sipos Szilárd, ő, ő egy Svájcban élő magyar származású képzőművész, nekem nagyon jó barátom, akivel bejártuk már az egész világot, és nagyon-nagyon régóta, 2004 vagy 2005 óta csinálunk közös projekteket, ő is uh, rengeteget fotóz engem. Én nyitottam már meg ő az ő kiállításait is, és uh, neki is legalább olyan elvadult ötletei vannak, mint uh, neked, Andre. És hát rengeteg kelléke, műtárgyai volt, hogy, hogy megvette egy. 20-as évekbeli ruhagyűjteményt, és az összeset befotózta velem nagy Gatsby díszletekbe, mindenhol, ezek elvesztek most éppen ez a, ez a hivatalos álláspont, de, de, csináltunk teljesen elborult felvételeket, béka királyfival, férfinak költözve, Batmanként, szóval, hogy egy hatalmas, még, még nem bemutatott képanyag, amit hogyha talán megtalálunk egyszer, szintén elő tud kerülni. Őnek itt fotója is, meg festménye is található. Az angyali üdvözleten én magam vagyok szűzmáriaként, és nagyon nehéz elképzelni, de én ott modellt álltam, hosszú órákon át a bugyimba tett kézzel, és ez kicsit megviselt, talán a fejemen is látszik, de utána szerencsére azt szépen ki lehet korrigálni, hiszen azért festő a festő, a gyönyörű liliomokkal utána de ő nagyon sok képet festett rólam, a többi többi az meg, uh, nagyon szeretem például a Legát Anna Franciska képét, aminek az a címe, hogy kapni jó. Ez egy nagy sorozat része, egy hat részből álló sorozat, egy iszonyú uh, lerombolásra ítélt, uh, hogy mondják ezt, ház vagy övezet, uh, keretén belül, most már le van zárva, meg csomó kóborkutya van ott, meg minden, én is végig féltem, hogy, hogy megtámadnak, de nem támadtak meg, mert itt vagyok éppen egészen, azóta már nem lehet oda bejutni, és, uh... Még ezeken is én alany vagyok, és ez egy ilyen a párkapcsolati dinamikáról és a párkapcsolat szörnyűségeiről szóló sorozat. És nagyon ironikusnak tartottam, hogy, hogy az életem egyik legnagyobb szerelméről szóló sztorik mellé raktuk be ezeket a borzalmas képeket, hiszen annyira kifejező volt számomra, hogy egy, egy iszonyú alak nekem adja a szívét, amit az alany, az a nő, mert ott már nem én vagyok, végül is azt mondja, hogy kapnió, tehát elfogadja. Annyira, tehát egy-egy ilyen képben annyira sokrétű szimbolika van, és annyira jól lehet velük dolgozni, hogy, hogy óhatatlanul. Tehát ránéztem erre a sorozatra, és nem akartam még erről írni, de így omlottak, vagy ömlöttek belőlem a, a szavak. És hát ami még itt kint látható, és számomra nagyon fontos, a G. Horváth Boglárka képe, valamint a Horváth Roland festőművész alkotása a szoknyás. Velük úgy ismerkedtem meg, hogy mindkettőjüknek kiállítását nyitottam meg, és én ilyenkor mindig leülök a művésszel, hosszan beszélgetünk, jegyzetelek, és valahogy igyekszem bekerülni az ő világukba, és én sosem kimondott megnyitó beszédet írok, hanem novellát, vagy érzések gyűjteményét, és a Horváth Rolandé volt a legizgalmasabb, mert az ő álomvilága, az ő nagyon furcsa látása, az egyszerűen belém szivárgott, és a könyve több szöveg is van, amit kimondottan hozzáírtam. Ugyanez igaz a gicidénes festményére is. Annyira reménykedtem, hogy egyszer a dénes engem is lefest, de erre soha nem került sor. De én iszonyú hiú művész vagyok, tehát mindig, amikor elvállalok kiállítás megnyitót, akkor abba reménykedem, hogy a végén belőlem is műtárgy lesz, és egy csomószor így is lesz, tehát meg a, megörökítenek a jó ízlésűek. De. És ez remélem, ez a jövőben is így marad. És mindenképpen meg kell említenem még Somogyi Réka festményét is, az is egy nagyon különleges találkozás eredménye volt. Réka sejemre fest, és nagyon figurális, nagyon színes dolgokat alkot, és vele például szintén egy ruhaprojekt kapcsán ismerkedtünk meg, egy tervezőnő készített olyan ruhákat, ahol Réka motivumait használta fel, és én modell voltam, és így alakult, hogy elkezdtem egyszerűen szövegeket írni a Réka festményeihez. Született belőle vers, novella, szinte egy regényvázlat is, és ide a könyvbe mégse egy olyan képet választottunk, ami, amihez már dolgoztam, hanem kértem a Rékát, hogy olvasson bele a szövegekbe, és mi az, ami őt legjobban megfogja, mert az Édes című fejezethez kerestem részt, és ezt küldte, és imádtam. Amikor ezen a könyvön gondolkodtunk, akkor az egy kiadói kérés volt, hogy most ne legyen annyira depresszív az egész, mint az első kötetnél, és akkor Endre küldött nekem egy válogatást, hogy mit tud elképzelni a vidám, vagy vagy kifejező képeknek. Emlékszel a csaj a kocsin, meg a kerítésem, meg nem tudom, és akkor nekem elkezdett pörögni az agyam, de akkor már lehet, hogy meg volt a ruha. A ruha már meg volt, mert azért ezt, az el, ezt, a, ezt a rakabili hangulatot szerintem akkor az már meghatározta, és akkor ahhoz, ahhoz kerestünk ilyen inspirációs fotókat, hogy milyen helyszín, milyen hangulat, milyen környezet, vagy egyáltalán milyen szituációt tudnánk beállítani, és akkor jöttek ezek az autós, autós ja, fotók. Tényleg, igen. Igen, mert ez a ruha, ez a, a Ticinek, a Ágoston Stefinek a, a, tervezése, és nem mostani modell lesz, mert évekkel ezelőtt tervezte, és mindig ott volt az agyamban, és utólag most ennél a könyvnél értelmet nyert, mert tudtam, hogy, hogy egy csókolózó pár van a ruha elején, és ez valahogy nem ment ki a fejemből, hogy egyszerre ez a ruha szerintem gicses, de közben nagyon jó pofa, korfestő, de modern, és pont utólag, amikor már megjelent a, a könyv, és kiemelődött ugye az előzéklapban a csókolózó pár, akkor egy nagyon kedves ismerősöm írta, hogy szerint én ezt azért választottam, mert a kedvenc filmem az Elfújta a szél ikonikus csókjelenete hmm. lenne megörökítve benne Elviszel. Az elvisz, meg a másik idalom, de ez, ez se jutott, ugye akkor eszembe. De akkor a Stefi már megcsinálta nekem a ruhát, és valahogy az volt, hogy akkor legyen ez a címlapon. Én akkor még azt gondoltam, hogy lehet, hogy a fejem se kell oda, lehet, hogy tudod csak ez a, a valamit, tehát, hogy valamit találjunk ki belőle. És akkor uh, jött a helyszín, ami utólag kiderült, hogy tévedés volt, mert nem tudtunk a helyszínen csak sajtófotónak jó képeket Csinálni. Nem volt az tévedés, mert végülis használtad azokat a képeket, vagy hát használjuk, is, használjuk most is, tehát azok nem lettek rosszak, csak lett jobb, de véletlenül, persze, ter teljesen véletlenül. De hát azért az lehet, hogy ahhoz is, hogy az véletlenül jó legyen, amit utána a Citadellánál fotóztunk, azért az kellett az a 5 óra fotózás előtt, amit viszont a kis igen. presszóba a telefonfülkével. Mm, nyilván ez egy folyamat. De hát, hogy próbáltunk, tulajdonképpen azért is kerültünk oda, meg azért is mentünk fel a a, a a szabad térbe is, vagy így a kilátáshoz is, mert ugye ehhez a ruhához, vagy ehhez a hangulathoz, ehhez az atmoszférához. Próbáltunk konkrét helyszíneket keresni. De ez tényleg a véletlen volt, és már az utolsó. Tehát, hogy nem is nagyon há... mennyit voltunk ott végül 20 percet. Tehát, hogy ott szó... annyira sütött a nap, annyira rossz igen, volt minden, igen. és a ruhám meg már teljesen gyűrött volt, és végén én ezen hetekig ott problémáztam, igen, hogy igen, ilyen gyűrött nem maradhat, és közben pont ez a gyűrötség az, ami, ami szerintem Na egy ezt kicsit. Most nem viszi nem a tudtam, dolgot. hogy ezt, hogy el akarod -e mondani? El, el, miért Elmérne. Mm, igen, mert hogy arra már annyira nem készültünk, vagy az annyira nem volt terve, hogy a végén mondtam azt, hogy gyere Orsi, üljünk be az autóba, olyan gyönyörűen süt a nap, meg minden, menjünk, menjünk föl egy, menjünk egy kicsit hintázni, vagy valami, nekem ilyen volt a... És akkor fölmentünk a Citadellához, de hát persze az autóba már jól összegyűrődött a ruhád, és akkor úgy fotóztunk. Miket nah, már sminkem hát szétfolyt, meg már hullafáradt egy, ott, ott voltam, igen. Ott egy kis pingpong ezzel kapcsolatban, <laughs> hogy ki lehet, egy pöttyös ruhán ki lehet -e retusálni a ráncokat, és mondtam, hogy nem, Orsi, hidd el, mindent megcsináltam, azt nem lehet. És akkor megbarátkoztunk vele, de szerintem nem baj, szóval az... Tervezőt pont... is felhívtam a Stefit, hogy ő mit szól hozzá, hogy gyűrtes, mm -hmm. és azt mondja, hogy hát ez ilyen anyag, és vagy, hogy ez ilyen. Igen, de hát az Igen. szerintem az, hogy egy szabadba fotóztunk, ott már napfényjel jó volt egy kis derítés, de hogy nem egy ilyen nagyon beállított, hanem pont egy ilyen könnyed, levegős, a végtelen horizont van a háttérben, tehát abban abba szerintem ott már teljesen jól beleillett az, hogy, hogy egy, ilyen könny, egy, egy, kis rossz is van abba, aki már a homokozóba összegyűrte az ünnepi ruháját. Meg még közben annyi, a, szerintem az, az egy elég fontos gondolat így a borítóval kapcsolatban, hogy nekem az fontos volt, hogy hogy ne lehessen egyetemen eldönteni, tehát a végső képnél, hogy az én vagyok-e vagy sem, uh -huh. és sikerült. Tehát, hogy, yeah. hogy már egy csomó levelet kaptam, hogy nagyon jó ez a fotó, honnan szereztük, meg hogy, hogy nagyon jó az alak, meg, meg hogy, hogy ki ez a csaj, és akkor hát én vagyok, de egyébként amúgy sem, ugye nyilván a szép ruhában, fűzőben, kisminkelve, egyáltalán nem hasonlítok önmagamra, és régebben ezt úgy bántam, meg tudod, elszomorodtak ember amikor találkoztak velem, hogy hát azért, tudod, retusa, meg a fotó, az egy kicsit grandiózusabb nő alakot mutat, mint a hétköznapi orsi, de most már ez külön jó, hogy ilyen élesen ez így elválik, és nincs az a... Tehát, hogy én nem szeretem ezt az egó dolgot, tehát, hogy nekem nem az volt a fontos, hogy én legyek a, a borító, mint hogy a más, a szirénnél sem az volt a fontos, hogy az én legyek a tógyuri képén, hanem, hanem az, az a fontos, amit végül kifejez az egész, ehhez nyilván hozzáad a játék, hogy ez most a szerző maga, vagy nem a szerző maga, de hogy, hogy nem, tehát ez nekem, hogyha egy másik csaj lenne ugyanígy, én azt is ugyanúgy tudnám hmm. szeretni. Meg hát itt most volt alkalom, és ez nagyon jó, ez nekem, nekem egy megint egy kényelmes helyzet volt, hogy tudtunk a borítóhoz fotózni. Tehát, hogy ez a fotó, ez már kifejezetten a borítóhoz készült, én már tudtam úgy komponálni, hogy én már látom olyankor a tipónak a helyét, alul a kiadónak a logóját, látom már, amikor ott a fotózáson, a kamerába komponál az ember, tehát hogy ez egy, ez egy, jó helyzet, tehát hogy itt most nem egy portré készült róla, tehát annyiból ez, ez tényleg hát nem másodlagos, hogy ki van a képen, tehát nem mondom azt, hogy kicserélhető lettél volna másra, de hogy ez most a borítóhoz készülő Igen. kép, tehát nem az a... Nem a most itt kép, éppen a kamerában nézel, azt hiszem ezen a képen, bár már pontosan nem is emlékszem, de hogy az se feltétlen fontos, hogy most itt egy szemét lássunk tényleg, hogy felismerhető, hanem a és a, a... Hanem ugye itt már egy, egy, egy Igen. könyv, ugye látjuk azt a, azt a szituációt, azt a helyzetet, amiben annak a fotónak jól kell majd illeszkednie tényleg a tipóval, meg minden együtt ilyen szükségszerű dologgal, ami rá kell, hogy majd kerüljön a képre, és az nem teheti tönkre, ugye, mert az, azzal együtt lesz majd ez egy borító. Egy művésznél ülök, régen szerelmes volt belém, egyszer le is festett. Akkor nem mutatta meg csak tíz év múlva. Bámultam az idegent a képen, aki vonásaiban mégiscsak emlékeztetett rám. Persze tudom, egy portré sosem a modellről szól, egy portré semmi másról nem szól, mint arról, hogy a művész hogyan lát engem. Sokan lefestettek, megrajzoltak, lefotóztak már, és többször kaptam már festményeket és fotókat a világ képtáraiból. Hogy ez te vagy 1913-ban egy amszterdami bárban. Ez te vagy egy bécsi tárlaton. Olykor én is beleláttam magam az arcokba, kislányok törékeny mozdulataiba, réghalott kurtizánok vonásaiba. Ott is vagyok, voltam, leszek, ha odalátnak. A művészek, akik megkértek álljak modellt nekik, valami olyat láttak bennem, ami bennük született meg, nem bennem. Én általam üzentek valamit, mutattak fel valamit saját magukból, és ezáltal az emberből.